Április 29-én ünneplik a Táncvilágnapját. Ennek alkalmából ismét megtartották az idén már 20 éves Táncvilágnapi gálát a Fehérló Közösségi Házban. Mint minden évben, idén is egy elismert nemzetközi táncművész gondolatait, üzenetét kötötték az alkalomhoz. Ahogy a világ nemzeteinek táncai is különbözőek, magunkban hordva a temperamentum, az éghajlat és a vallás jegyeit, úgy minden egyes táncművész ugyanúgy hordozza nemzetének ezen jegyeit. A Táncvilágnapja alkalmából rendezett eseményen elsőként a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola növendékei léptek színpadra. Az eseményen a legkisebbek is bemutatkoztak, így színpadra léptek többi közt a Kék Cinke óvoda néptáncosai is. Nem csak a gyermekek, hanem a felnőtt tánccsoportok is bemutatkoztak, köztük a 2007-ben alakult Margaréta Klub tánccsoportja is. Az esemény nagyszerű lehetőséget biztosít a bemutatkozásra a város tánccsoportjainak. A közönség láthatott néptáncot, rock'n'rollt vagy akár breaktáncot is. A gála műsornak számos visszatérő vendégei vannak, mint például a Haller Majorett tánccsoport, a Mosonmagyaróvári Country Club vagy az Enler tánccsoport. A Táncvilágnapi alkalmából rendezett műsorra 2009-ben elhunyt táncpedagógusra, Szigeti Gáborra emlékeztek. Az emlékműsor teljes egészét hamarosan televíziónk műsorán is megtekinthetik.